több éves hagyomány Mercegléden is, hogy az évad kezdetével kinyílnak azok az ajtók is, amelyek az intézmény szakköreinek foglalkozásainak adnak otthont. Természetesen ezek egyébként is mindig nyitva állnak, de ma délutántól 3 napon át ingyenesen lehet kipróbálni mindazt, amit kínál az intézmény. Szeptembertől májusig tart egy évad, vagy júniusig legfeljebb, amikor ugye elindulnak a klubok, szakkörök egy művelődési ház életébe. És ez egy régi, szerintem közművelődési forma, hogy ilyenkor megmutatják ingyenes nyitott órák keretében az ott zajló foglalkozásokat, az új szakköröket, klubok bemutatkoznak. A részletes program kínálat a ceglerikultúra.hu oldalon és a Kossuth Művelődési Központ Facebook oldalán is megtalálható, és bármely korosztály találhat benne számára kedves vagy érdekes foglalkozást. Nem csak a klasszikus nyugdíjas klub vagy kártya vagy sakk, hanem van örömtánc is például, vagy zumba, illetve gerinctorna, amit ez a generáció kedvel. A nyitott ház program tehát ma délután elkezdődött, és egészen szombaton kora délutánig várják foglalkozások, klubok az érdeklődőket. Erről és a közelgő Kossuth toborzóról is beszélt részletesen stúdiónk vendégeként Détári Lukács Ágnes ügyvezető. A teljes beszélgetést mai Háttérmagazinunkban láthatják. Hétvége programját részt vesznek a